هو شريط. كوكوري a kakas bolyhos réten él. Ebben a házban a kotkodaút egyes szám alatt. Ahogy a többi kakas, úgy Kukori is szeret sétálni. És szeret korán ébredni, hogy bejelentse a világnak ideje felkelni. Kukori imádja a vicceket. Igaz, tudtátok, hogy a kakasok szeretik a vicceket? Igen, szeretik megnevettetni az embert. Bár imád viccelődni, Kukori képtelen akár egy szót is kiejteni a csőrén, ha a közelében van valaki. Nagyon szégyellős. Egyik reggel Kukori felmászott egy dombra, ahol egyedül lehet. És világgá kiáltotta, hogy ideje felkelni. Kukuriku! Lenny, a polip, nem szeret korán kelni, sőt, kimondottan utál. Oda csúszott az ablakhoz, és azt kiáltotta. Miért kell ilyen korán felköltened? De Kukori eltűnt, sehol sem látta. Elrejtőzött egy bokor mögött. Kikukucskált, hogy megbizonyosodjon róla, hogy Lenny bement. Te jó ég! Mondta. Ez közel volt? Majdnem beszélnem kellett Lennyvel. Rettenetes lett volna. Biztos butaságot mondtam volna. Látjátok, milyen félénk. Amikor megbizonyosodott, hogy senki sincs a közelben, beszaladt a házba reggelizni. De még mindig olyan izgatott volt, hogy Lenny rákiabált, hogy kiöntötte a tejet. Ez rettenetes. Azt jelenti, hogy el kell mennie a boltba tejet venni, vagyis beszélnie kell a boltossal. Vagy rákcsálhat száraz gabonapejhet. Az senki sem szereti igazán. Így elindult a boltba. Oda ment Fudge és Lili, a kismacskák, vajat vásároltak. Lehet egy csintevésükhöz kell, de az is lehet, hogy kenyérre akarják kenni. Szervusz, Kukori! Mondták, miközben kinyitották a bolt ajtaját. De Kukori eltűnt, sehol sem látták. Bújkált a postaláda mögött. A mindenit! Mondta. Ez közel volt! Miután megbizonyosodott arról, hogy senki sincs a boltban, besurrant. Kivett egy doboz tejet a hűtőből, és sietve a pénztárhoz vitte. Jó reggelt, mondta a pingvin eladó. De Kukori eltűnt. Sehol sem volt. Csak a pult mögött bujkált, mint mindig. Ekkor lépett be Pindur, a kiskutya, Rex, a malac, és Lola, a szúnyog. Mind látták, hogy Kukori a pult mögött bujkált. Pindur kíváncsian kérdezte, mit csinálsz a pult mögött? Rex, a malac, aki imád nevetni, arra unszolta Kukorit, hogy mondjon egy viccet. Lola, a szúnyog, aki rettenetesen ostoba, mosolyogva azt mondta, nyújt, Mavis! Szegény Kukori úgy elszégyelte magát, hogy csőre remegett, és közben halkan vinnyogott. Arra gondolt, nem beszélhetek Pindurral, Rexel vagy Lolával, mert biztos valami butaságot mondok majd. Lola, a szúnyog, két kenyeret kért a boltostól, három teniszlabdát és egy pár cipőt. Szendvicshez. Mindenki nevetett a buta ötleten. Ezt hallva, Kukori úgy gondolta, hogy talán ő is mondhat valami vicceset. Hiszen Lola bolondos, és mindig viccelődik. Egyáltalán nem szégyenlős. Minden bátorságát összeszedve, halk hangot adott ki. Mi volt ez? Kérdezte Pindur. Azt mondta! Válaszolt Kotkoda, majd halkan folytatta.
Olyannyira, hogy senki sem hallotta. Viccet próbált mesélni, mondta Rex a malac. Szóval? Mondta Kukori idegesen. Mit csinálnak a csirkék, ha süt a nap? Hirtelen csend lett. Nem tudom, mondta Rex. Mit csinálnak olyankor? Kukori próbált nem reszketni, és így felelt. Csipegetni mennek. Csipegetni? Ismételte Rex. Ez a legjobb vicc, amit hallottam. Úgy kacagott, hogy a földön empergett. Pindúr és Lola a szúnyog is nevettek. Még a kis pingvin boltos is. Ez volt Kukori első vicce. Ezután már nem volt félénk. Mindenki felkereste, ha viccet akart hallani, mert ő tudta a legjobb vicceket. Nagyon mókás kakas. Reggelente, amikor mindenkit felébreszt, Lenny még mindig kikiált neki az ablakon. Miért ébresztesz ilyen korán? De Kukori nem bújik el. Visszakiált. Mert kakasóra vagyok. Thank you.